Utolsó beszélgetésünk a magyar futball alsóbb régióinak hőseit mutatja be. Megnyerte a Hajdú-Bihar megyei bajnokságot, majd az osztályozón a Körmendet legyűrve az NB3-ba jutott a Debrecen melletti Ebes csapata. Pályájukat a Fradiéról méretezte a jelenlegi klubelnök alapító nagypapája. Az ingatlanfejlesztő üzletember jóvoltából 17 milliós éves büdzséjük van. Kis Sándor a vendégünk, Svele Szabó László vezetőedző, valamint Szalánci Zoltán a csapat kapusa. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Gratulálok ez a sikerre, és hogy milyen véletlen az élet így szervezte. Vukovics Laci az előző vendégünk volt a mérkőzés ellenőre az osztályozónak, igaz? Igen. Ő azt mondta, itt egy kicsit beszélgettem vele, hogy hát például hatalmas közönség volt. Igen, közel 2000-en voltunk. Azért az nem semmi. A mi kis stadionunkban. És nagyon büszkék voltunk rá, hogy sikerült idáig eljutnunk, és kiszolgálni ezeket az embereket. Én úgy gondolom, hogy nagy büszkeség ez a mi kis községünknek, illetve talán azt mondhatom a térségünknek, hiszen ténylegesen csodát vitt végig ez a csapat, ez a vezetőség, hogy 3 év alatt idáig el tudtunk jutni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Mi volt ennek a kulcsa, ennek a feljutásnak, mester? A kulcsa egyértelműen az elnök úr volt, tehát egy jó csapatot összerakni csak úgy lehet, hogyha van egy elhivatott ember, aki ebbe pénzt tesz a futballba. Nagyon sok pénz kell. Igazából az elnök úr megfogalmazott nekünk egy 3-as célt, miszerint meg kell nyernünk a Magyar Kupát, a megyei Magyar Kupát, meg kell nyernünk a bajnokságot és az osztályozót. Hát nagyon örülünk neki, hogy mind a 3 cél sikerült. Hát ez Grand Slam volt, nem? Hogy így mondjam. Sőt, a kispályás bajnokságot is megnyertük, őt időközben írtak ki. Úgyhogy szerintem ez egy 100%-os nagyon szép eredmény volt ez az elmúlt év. Jár érte a komoly prémium? Én azt gondolom, hogy igen. Egyrészt azért, mert a játékosaink mindent beleadtak. Nagyon sok lemondást vállaltak föl az elmúlt egy évben, nem csak természetesen játékosok, hanem a menedzsment tagjai. Úgyhogy hát ma már ezen túl vagyunk, ma már az ünneplésen túl vagyunk, még 1-2 másodperc van ebből éppen a mai napon, de én azt gondolom, hogy a jövőben nézünk, és próbálunk egy NB3-as csapatot, stabil csapatot összerakni. Na mindjárt majd beszélünk erről is, ugye általában szokták mondani, hogy védj egy jó kapust, úgy kezdődik a helyzet. Zoli, milyen ez a társaság, ez a közösség? Mert ugye ebben vannak ilyen kvázi profik, meg vannak, akik dolgoznak, szóval ez egy vegyes társaság. Természetesen ez egy vegyes csapat, nagyon sokan dolgoznak a labdarúgás mellett, de mindenki megpróbált ennek a csapatnak időt szakítani, hiszen ezek a sikerek azért egy olyan gárdát tudtak összekovácsolni, ahol élmény futballozni. És nem is úgy mondanám, hogy gárda, inkább egy közösség, hiszen ebbe beletartoznak ott Ebesen a szertárostól kezdve a legidősebb szurkolók, rendezőkön keresztül, és akkor egy annyira családiassa jelleg ennek a kis ebesi keretnek, hogy élmény itt futballozni. Sándor, mi a kulcsa annak, hogy egy ilyen települést ennyire meg lehessen mozdítani valami mellett? Tehát az, hogy ilyen közönet. Tehát azért olyan számról beszélünk, ami NB1-be több csapatnak becsületére válnak. NB1-be. Természetesen hozzá kell azt tenni, hogy közel 2000 ember, 1000-2000 ember mozdult meg most itt az elmúlt egy hónapban a mérkőzéseken. Hozzá kell tenni azt, hogy itt a környékről beszélünk. Tehát ugye Ebesen 4600 ember él, természetesen a futballhoz közeli családok, az körülbelül 300-400-500 embert vonzott ki minden mérkőzésünkre. Tehát ez a hétközi mérkőzésünkre is igaz volt. De az, hogy 2000-en legyünk, ahhoz az kellett, hogy az a háttér munka, az a marketing munka, amit a munkatársaink elvégeztek, el tudták vinni azt az érzést az emberekhez, hogy gyere ki közénk, legyél a barátunk. Amikor megfogalmaztuk 3 évvel ezelőtt, az volt az első számú megfogalmazásunk, első számú célunk, hogy szerethető csapatot szeretnénk csinálni. Egy olyan jó kis csapatot. Tegelvári Sándor. Igen, hát jó utána megyünk, hiszen jó a mi szövetségi kapitányunk. Tehát az ő gondolatait is átvettük ebben a dologban, és megpróbáltuk ezt tevékenységgel kitölteni, tartalommal megtölteni, és így sikerült összehozni ezt a 2000-3000 olyan embert, aki támogat bennünket. Egyébként honnan indult nálad ez a szenvedély? Mert ugye azt már tettünk rá említést, hogy a nagypapa, meg ugye a Üllői út elment, kimérte a Fradi pályát, ugyanazt a méretet Ebesen. Ez egy családi indítatás? Abszolút? Igen, azt gondolom, hogy büszke lehetek a felmenőimre, hiszen ők belém táplálták a sport szeretetét. Nem csak a futballról van itt szó, hanem a sportról, a mozgásról, a segítő szándékról. Ugye hát a Ferencváros az örök szerelem, de hát most ne a Ferencvárost emeljük ki ebbe a történetbe, de onnan indultak a gyökerek, és hát remélem, hogy az új sportcentrumunk, amit majd
megpróbálunk itt az elkövetkező egy-két évben összehozni, az is hasonló méretű lesz, legalábbis piciben, makettjében, mint a Ferencváros új stadion. Tehát akkor megint Ebesen is lesz akkor elforgatás. Igen, lesz elforgatás. Na, hát akkor ugyanaz a hagyomány megy tovább, igaz? Lesz elforgatás, csak nálunk a szélhelyzet más, tehát igazából másfele fogunk fordítani, sportcentrumot kialakítani. Én azt gondolom, hogy az a munka, amit elkezdtünk 3 évvel ezelőtt, az most itt beérett, ünnepeltünk egy jót, és újabb célokat, újabb terveket fogalmaztunk meg a következő 3 évre. És ennek egy része a sportcentrum. Na, mester, mennyire kell ezt a keretet átalakítani? Hát ezek a játékosok szeretik egymást, ez egy jó közösség, de hát most NB3 lesz, és az NB3-ban meg kell tapadni az a feladat. Így van, természetesen az ünnepség után jönnek egy kicsit keserű pillanatok is, mert a keretet át kell alakítani, nincs mit szépíteni. Nagyobb feladatok jönnek, nagyon jó csapatunk volt, de mindenképpen bele kell még néhány embert vennünk. Amikor mi elindultunk az elnök úrral, akkor is úgy történt ez, hogy ősszel leraktuk a bajnok csapat alapjait, télen pedig beleerősítettünk még a keretbe, és az osztályozóra kezdtünk el csapatot építeni, most megint ebben a helyzetben vagyunk. El kell kezdenünk a NB3-nak a alapjainak a lerakását. Nyilván ez egy sokkal nagyobb feladat. Most átszerzett NB3 az egy nagyon erős bajnokságnak tűnik. Tehát nagyon komoly feladatokat, nagyon komoly futballistákat igényel, és hát nagyon komoly szakembereket is, és a szakembergárdába is mindenképpen erősítenünk kell. Elkezdődtek a tárgyalások, egészen jó úton járunk. Megpróbáljuk a megfelelő személyeket megint megtalálni, ahogy teli találat volt az összes igazolásunk igazából ebben az évben. Reméljük, hogy sikerrel járunk. Neked, Zoli, milyen perspektíváid vannak? Milyen perspektívákat látsz magad előtt ebben a csapatban, Ebesen? Úgy gondolom, hogy ahogy az előbb is említettem, jó ide tartozni, szeretnék továbbra is azért ebben a gárdában maradni, és azért egy megyei szintről ebbe az átszervezett NB3-ba felkerülni, és ott játszani az minden játékos számára. Úgy gondolom, aki nem profi szinten űzi már a labdarúgást, megtisztelő, és egy nagyon-nagyon jó erőfelmérő lehet. Itt talán meg tudunk méretetni, és úgy hallottam az elnök úrtól félfülle a megbeszélések alapján, hogy itt is vannak azért komolyabb tervek. Meglátjuk, hogy mire lesz elegendő ez a keret, amit most össze tudunk hozni. Na, milyen komolyabb tervek vannak hosszabb távon, és mennyivel kerül egyébként többen most ez, mert azért ez már egy más szint. Meg arról is beszéljünk, hogy a piac, a játékosok igazolása az, hogy egy csoportos NB2-ben több jobban lehet válogatni, több jelölt lehetséges? Igen, hát az átszervezés miatt körülbelül 1000-1200 játékos kerül a játékos piacra. Nekünk van egy elképzelésünk, hogy milyen csapatot szeretnénk Ebesen látni, ebbe hozzuk be azokat a játékosokat, akik... Ez már full profi lesz, bocsáss meg? Én azt gondolom, hogy még nem teljesen profi csapatot kell nekünk építeni. Mindenképpen az a tervünk, hogy az első 5-be játszunk a bajnokság során. Az azt jelenti, hogy meghatározók szeretnénk lenni. Ezek nagyon nagy szavak egy pici Ebestől, vagy az elmúlt időszak megyei bajnokától, tehát itt egy óriási lépésről beszélgetünk. Tehát azáltal, hogy 10 játékosunk mondjuk elmegy, 10 játékosunk jön, a mesternek óriási feladatokat szab ez a történet, hiszen be kell építeni, egy új csapatot kell kvázi építenünk ahhoz, hogy megfelelő eredményeket érjünk el. Tervünk persze az, hogy folyamatosan építkezzünk. Tehát nem arról szól a mai napokban a tervünk, hogy egyből 20 olyan játékost hozzunk, aki profi. Természetesen lesznek amatőr játékosaink, félprofi játékosaink és profi játékosaink, akik eldönthetnek egy mérkőzést, ami éppen kiélezett. És a út végén lehet, hogy Ebes lesz a magyar Swansea? Gondolok arra, hogy negyed osztályból az élvonalba? Legyen így. Legyen így? Legyen így. Ez ennyire merész ez a történet? Nagyon, nagyon, nagyon büszke vagyok arra, hogy most NB1-es keretek között találkozhatok a Felcsúttal, találkozhatok a Mezőkövesddel. Ezek nekem egy olyan úti példák, ami arról szól, hogy lehet itt nekünk eljutni. Természetesen nem kell nekünk abban gondolkozni, hogy ma még, hogy NB1 vagy NB2. Milyen stabil NB3-as csapatot szeretnénk építeni. Első számú célunk az, hogy azok az emberek, akik oda kijönnek a mi pályánkra, vagy a később a sportcentrumunkra, akkor úgy érezzék magukat, hogy igen, találtam egy olyan helyet, ahol családias a hangulat, mindenki barátom, hiszen egy belső környezetből jövünk, illetve hát egy jó a csapat, és szurkolhatunk egy olyan csapatnak, aki nem egy pofozó fal az NB3-ban, hanem nyeri a meccseit, és olyan nagyszerű sportembereket hoz ide, a mi községünkbe, akik valakik a futballban. Tényleg majd egyszer a Fradit.
Reméljük. Uraim, akkor jó munkát ez a szintugráshoz Ebesen, és jó kemény munkát. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.